Jehuda magához tér kábulatából, csodálatosan nyugodt. Mit tenni volna még ezután a világon? Megindul a városba, a miskán felé. Nem sántít, botját nem szorongatja. Gyorsan megy, mint akinek sietős a dolga. Arca feszült, de nem komor. A miskán külső fala mellett elhaladva belép azon a kapun, mely a hivatalok s a pénzváltócsarnok felé nyílik talán észre sem veszi az ügyes bajos embereket, akik az oszlopsorok között tolonganak, a hivatalok ajtai előtt csoportosulnak, és izgatott hadonászás közepette magyaráznak, vitatkoznak, tanakodnak. Sürgős a dolga nagyon, áttör a csoportokon, kíméletlenül félrelöki az embereket, de nem tüből, hanem mert nem törődik velük. Belép a korbán pénztárának ajtaján. Katrosz középen, súlyosan, lomhán terpeszkedik, bőszékében. Előtte az asztalkán viasztáblák, kezében stílus. Mellette egy tisztviselő áll, félig meghajolva, finoman, alázatosan, és minduntalan megsimogatja barna bodor szakálát, mintha a legnagyobb kéj volna katrosszolgálatára lenni éjjel-nappal. Halkon felelget a hatalmas úr kérdéseire. Három-négy vidéki vagy idegenből jött várakozó áldogál az asztalka körül. Türelmes tisztelettel vár sorára. Közben a meszert falakon ragyogó tóra verseket böngész. – Adományt hoztam – mondja Jehuda erős, türelmetlen hangon. – Köszönés nélkül áll meg Katrosz előtt, egyenesen, mint egy előkelő férfiú, akinek megjelenésére abba kell hagyni minden munkát és intézkedést, mert fontos, sürgős ügyben fárad. Nem várakozhat itt, amíg sorra kerítik. Köszönni sem ér rá. Katrosz bosszúsan fölemeli széles arcát, kis szemét összecsípve Jehudára mered. Az tisztviselő bátorkodik föl egyenesedni. Arcán leplezettenül üt ki ugyanaz a megbotránkozás, amit Kátrosz előkelő finomsága csak jelez. – Hogyan? Micsoda? csoda? csoda? – Nem is köszön, nem kíván semmi jót, nem simogatja a szakállát sem, csak ide tülekszik, fölvetett fejjel, keményen, vakmerőn. – Várj! – veti oda dühösen. – Nem látod, hogy a kincstáros éppen számol? De Jehuda, mintha nem is hallaná, előkotorja bőrzacskóját, széthúzza. A tűzkő, az acél, a fésű mellől kiturkálja a rongyba csavart pénzt, és az asztalra helyezi. Nem várhatsz? kérdi Kátrosz türelmetlenül. Nem várhatok, feleli Jehuda nyugodtan. Mi ez? A pénz, amit a főpaptól kaptam. A harminc római dínár. A főpaptól. Húzza fel szemöldökét Kátrosz. Melyiktől? Miért? Mikor? Hogy én már emlékszem, uram, tüsténkedik a barna szakálú, és még jobban meghajol, még buzgóbban simogatja a szakállát, mint a fejné. Kanán őszentsége fizettette ki, a titkára személyesen járt itt és sürgette. Ő is vette föl. Hogy is hívnak? emeli az arcát Jehudára. Jehuda, bár Simon vagyok. Ez az ember valóban jól emlékszik az ügyre. Katrosz leteszi a stílust. Eltolja a viasztáblát, hátra székében, vastag száját kitátja egy kisé. Így bámulja Jehudát hosszú pillanatokig, ő egyenesen áll, nyugodtan néz vele szemközt. Miféle Jehuda a bár, Simon? Mit akarsz? Miért hoztad ide ezt a pénzt? A korbánnak akarom adni. Régebben is adtam. A korbánnak. Nem te vagy az, aki azt a nabit kézre adtad? Én vagyok, mondta Jehuda nyugodtan. Rátámaszkodik az asztalkára. És a korbánnak? Ezt a pénzt? Jehuda hosszan néz szembe Katrosszal. Érzi, minden tagja megkeményedik, megmerevül. Mellét teleszívja levegővel, erős orra kimered, arccsontjaim megfeszül a bőr. Nézi a kövér kincstárost. Olyan, mintha mondaná, ha újját belenyomná ebbe a széles zsíros arcba, benne maradna a nyoma, mint a viaszban, ha megmarkolná illatos szakálát, lemállana róla, Ferdén elmosolyodik. Legyint, aztán majdnem suttogva feleli. Mert védkeztem. Elárultam az igazi vért. Értetlen, ilyet sem támad. Úgy bámulnak Jehudára, mint a hőkölő viaszbábok. Kátrosz gyors pillantást vet a tisztviselőre. A szeme elárulja. Ez az ember bolond? Halkan szól. Miféle igaz vért? A masiakot. De hát kiről beszélsz? Mit beszélsz? Ki a masiak? Jeshua bár Josif, a fölkent. Jeshua bár Josif, kérdi csúfondárosan Kátrosz. Kövér asszonyos mellét rádönti az asztalra, összecsípet apró szeme Jehudára néz. Jeshua bár Josif, ismétli Jehuda türelmetlenül, és hadarint, mintha legyet hajtan el az orra elől. Itt a pénz, semmi sem hiányzik belőle. Megvetőn nézi az elképet kincstárost, a tisztviselőt, s a bámész idegeneket. Mit csodálkoznak, mit bámulják, mint egy bolondot, mint egy megszállottat. Nem értik? Hogy is érthetnék? Ők vitetik a mestert a rómaiakkal röhögés, visongás, ütés, verés, rúgások között a halálba. Nézd, Jehuda bár Simon! kezdi csendesen, de oktatónak kincstáros szemét élesen szúrja a Jehuda tágra nyílt szemébe. Nincs időnk vitatkozni. Tudjuk, te is a tanítványai közé tartoztál. De jóvá akarta tenni bűnödet. Jóvá is tetted. Ne nyugtalankodj. Nem nyugtalankodom, és nem is félek. Tudom, hogy amit a mester titkon mondott nekünk, a háztetőkről kell kiabálnunk. Hát én kiáltok, ime halljátok. Jesuabár Josif a fölkent, az emberfia. Tegyetek velem, amit akartok. A pénzt visszahoztam. Egy lépést hátrál, botjára támaszkodik, fejét fölveti, mellét kidülleszti. Sötét szemét a viaszbábokra emeli. Kátrosz is hátra hőköl, kövér újai szaporán dobolnak az asztalon. Aztán lassan megtörli homlokát, kék csíkos simlája, hosszú szárnyával. Jó, jó, a te dolgod, de hát ezt a pénzt nem fogadhatjuk el. Vérdíj, vérdi. Csodálkozik Jehuda, mintha melbevágták volna. Arca kigyúl. A haja tövéig, a nyakáig piros. Vérdi? Kifizetni nem volt tisztátalan tett? De elfogadni már tisztátalanság lenne? Ez a törvény? Ez, ez a te törvényed? Fogd a pénzelet és takarodj innét, rikácsolja a tisztviselő szintén kigyúlva. Minden héber tudja, hogy ez tisztátalan pénz, szennyes pénz, nem lehet a miskáné. Jehuda felé ki a roncsomót, mint egy véres szafatot. Vékony ajkát undorral lebigyezti, és inta kezével, hogy elmehet, kár minden szóért. Lassan elveszi a pénzcsomót, szó nélkül kifelé indul a szobából. Könnyedén nyugodtan halad végig a folyosókon, a Héber udvar felé tart. Maga sem tudja hogyan, de mindent tud, mindent ért. Nem ő cselekszik, hanem egy erő, ami benne lakik, és mindennél hatalmasabb és ragyogóbb, mint a vakító nap. Kilép a héber udvarra, sokan tolonganak itt, ünnepélyes, áhítatos, méltóság teljes férfiak lépegetnek, szinte gyöngéden a széles kockaköveken, vitatkoznak, magyaráznak, örökkévaló dolgokon tűnődnek, és a szakálukat fogdossák. Sokan az áldozatuk ügyét intézik a papokkal. Miért vannak itt? Miért áldoznak? Miért nem tódultak a kivégzésre? Ugyan mit keresnek itt? Ha pedig itt vannak, legyen övék a pénz. Ők adóztak a miskának, kapják vissza ők, ez lesz az igazságos. Megáll az égő áldozatok oltárának nagy lépcsős építménye mellett. Kibontja a roncsomót, markába önti a pénzt, latolgatja, csörgeti. Aztán elveti, mint magvető a búzát. Meglendíti a karját, tíz-tizenkét dénár csillan meg a levegőben. Ismét vesz a markába, meglendíti, hosszan messzire hújjon, minden üvé A dénárok forognak, suhannak, villognak a napfényben, gurulnak, pengenek a kövezeten. Némelyik szemétbe hull, némelyik a kőkockák rései közé, némelyik az emberek lába elé. Csodálkozó szemek kísérik. Az emberek nem tudják, mi történik, miért történik. Nehezen hiszik, hogy valóságos dénárt, igazi ezüstöt szórjon valaki, és méghozzá itt a Héber udvarban, ahová nem szabad pogánypénzt bevinni. De aztán nem állhatnak ellen a kísértésnek. Előbb, mint egy véletlenül, de mikor látják, hogy egyre többen nyúlnak utána, mohón gyorsan tülekedve kergetik a pénzt. Itt is, ott is gyors kezek kapkodnak utána, levegőbe kapnak érte, markolják, lábbal kaparintják el, körömmel kotorják a rések közül egy pillanat alatt tülekedést támad. Taszigálják egymást, kiabálnak, veszekednek. Az enyém már a kezemben volt. Nem adom. Ne erőszakoskodj. Szégyeld magad, finom a ruhád, és mégis el akarod venni tőlem. Éhező gyermekeim vannak, mint a kesejük a dögön. Tapossák, marják, tépik egymást, rikácsolnak és tülekednek. Jehuda hosszan elégedetten nézi őket. Íme, nem mocskos a vérdi. Hogy válják, fogják, kergetik, hogy kapdossák. Némelyik hármant négyet is elcsikart, boldogan dugja az acskójába. Vigyék, rejtegessék, szaporítsák. Őseik valamikor így kapkodtak a manna után. Ő dénárt, igazi ezüstöt szór közéjük. Szennyes pénzt, vérdíjat, római ezüstöt. Mikor mind a harmincat elszórta, undorral elfordult tőlük. Tovább megy a pogányudvar felé, ahonnan a mester kiverte a kereskedőket. Már nem fél, hogy találkozik valakivel. Ha a nagybátyja vagy az öccse jönne vele szemközt, közt, akár Haramad Haimi, Jószif, esetleg Mikodémosz. Akkor sem sütné le a szemét. Még a kefa, az Zoleta, a mennydörgés fiai előtt sem. Túl van az embereken, életen halálom mindenen. Emelt fővel halad, könnyedén és gyorsan. Nem áll meg egy pillanatra sem. Ez is a Galileai híve. Láttam vele! kiáltja egy éles hang. Jehuda rá sem hederít. Lehet, hogy meg sem hallja. Most, hogy a pénztől megszabadult, egészen tisztának, könnyűnek érzi magát. Mindent tud, mindent ért. Egy pillanatig sem habozik. Nincsenek kételjei, biztos önmagában, a tenni valójában. Ismeri az útját, tétovázás nélkül megy rajta. Kilép az aranykapun, egyenesen a Kidron hídja felé halad. Fölötte a porszínű ég, amilyen vihar előtt vagy tűzvész után szokott lenni. Alatta a szakadék, s a kövek között bukdácsoló patak. Előtte az olajfák hegye s a gecsemáné, mögötte a város az elefántsont arany miskán, a mozdíthatatlan roppant falak. sarúja alatt a híd vastagpallói dobognak, nem néz föl, nem tekint le. Nem fordul vissza, egyenesen tekint maga elé, mint akit nem tántoríthat el senki és semmi az útjából. De a hídon sokan igyekeznek a város felé. Minduntalan meg kell állnia, félrehúzódnia. Arcok és alakok suhannak el mellette, fekete szakálak, barna szakálak, ősz meg vörösek, tágra nyílt, áhítatos szemek, összehúnyt aprók, gyanakvók, gyulladtak és tiszták, gyermekes vagy kiszikkat asszonyi arcok. Mennyi arc a világban? Évezredek óta, Ádám óta, mennyi arc? És mindenik más, másnak látszik mintha az a bizonyos hajszál feszülne az olajfák hegye meg a cion között, amelyen az utolsó ítéletkor mindenkinek végig kellene mennie, mintha már is itt volna az utolsó nap. Lent a mélyben is bandukolnak néhányan a kanyargó gyalogúton, vigyázva ereszkednek a patakhoz, óvatosan lépkednek át a köveken, kapaszkodnak föl a túlsó oldalon. Talán szédülnek a hídon. Ő is mehetett volna odalent. Tegnap este ott sántikált a csapatta. De itt egyenesebb és rövidebb, Szemközt törtet az árral, de nem tér el útjából, bár minduntalan meg kell torpannia, félrelökik, eltaszítják. Egy öreg embert akar elkerülni, de sehogy sem sikerül. Ha jobbra lép, az is jobbra, ha balra, az is balra tipeg előtte. Végül is megáll, bosszúsan tekint a bozontos macskarcba. Ez az egyetlen macskarcú ember egész hiszráelben soha sem látott ilyet. – Hoj, Isten szegénye! – szólal meg az öregember alázatos nyelkergő hangon. – Bocsáss meg a te szolgádnak, ugye a városból jössz. – Hát honnan jöhetne? – Jehuda türelmetlen. – Mit akarsz? Nem érek rá, eres utamra. – Csak egy szót, csak egy szót, semmim sincsen. – Mi történik ott? Valami kivégzés? Láttam a hegyről. – Most szegezték keresztre a fölkentet, az ember fiát – kiáltja Jehuda. Hoj, hoj, Isten embere, hogy mondod? Rettenetes, nyöszörgi az öreg. Sovány arca eltorzul, fogatlan szája tátva marad. Remegő újai tétován babrálják a szakálát. Jégkristályhoz hasonló szeme, gyanakodva tekint Jehudára. Mindig nyugtalankodnak, mindig lázonganak. Soha sem lesz már vége. Miért nem fogdossák össze a lázadókat egytől egyig? Miért nem feszítik meg mind, hogy már egyszer béke lenne a világon? Mióta világ a világ, mindig megfeszítették azokat, akik felülről jöttek, te ostoba, suttogja Jehuda a macska arcba. És van-e békesség? De most már nem volna semmi baj, ha azok a lázadók nem zaklatnák az emberiséget, nyiszereg az öreg makacsul. Semmi, mert akkor már mindenen úr lenne Amelu. El innen, nem tudod, mit beszélsz. Türelmetlenül tovább megy. Most végére kell járni a mindennek. Ez meg arról nyöszörök, hogy az ember fiát is, mindenkit, aki őt keresik, keresztre kell szögezni. Hóhój! Ho Akkor megszűnik minden baj, minden gond, minden szenvedés, minden nyugtalanság. Akkor béke lesz mindörökké, a halottak a majmok békéje. Erre csak, te hulla! Menjetek, minnyáján ti halottak! Áldozzatok az üres miskán előtt! Örüljetek, hogy egy lázadót, egy káromlót megint megöltetek! Menjetek csak, ölelkezzetek, szűjjetek, halljatok, temessetek! Táncoljátok körül a keresztet, amelyre őt szögeztétek. Várjátok boldogon az örökké való halált. Milyen különös az ég. Egyre sötétebb, füstösebb. A nap forrón süt, szinte éget. sovárokban nyúlnak föl a fűszálak. Kövek mozdulatlanul hevernek, mint a teknős békák. Mindegyik alatt skorpió lapul, Akivel együtt ettem a kenyeremet, a sarkamba várta a fogait. És mégis, odatartotta tartotta arcát a csókra áldott még, amely hordozott, áldottak az emlők, amelyeket szoptál. Jobb lett volna meg nem születnem. Mikor árultalak el? Amikor először mentem Kanánhoz? Nem, nem, sokkal előbb. Mikor annál a sovány farizeusnál jártam, Kafarnaumban. szívben Jónáknál, a békesség érdekében. Mikor a tíz dénárt adta? Nem, nem, még előbb. Mikor lejöttünk Hermonról? Kinyilatkoztattad, hogy te vagy a fölkent, hogy, nem, sokkal korábban, mikor a Jordán mellett ültünk, és elhallgattam előtted a múltamat. De már sokkal korábban is, ez az igazság. Már akkor, amikor még hozzá sem szegődtem. Mikor az öcsém kést fogott rám. Mikor mérgezett bort adtam anyámnak. Mikor megszülettem. Mikor még ezen a világon sem voltam. Hój, atyám, eltávoztam tőled, mint az elcsavargott fiú. Egyre messzebb és messzebb futottam tőled az egyetlen úton, vissza akarok térni hozzád. Leül a gecsemáné kapujában, alátekint a városra, a hegyekre, a szakadékba. Amott a kopasz dombon, a gamaszi út mellett, már áll a három kereszt, de innen nem lehet odalátni. Eltakarja a város. Kik állanak körülötte? Kikre esett utolsó pillantása? Kik néztek vonagló arcába? Jehuda dagadt csuklóját tapogatja, beteg lábát nézegeti. Itt szögezték át, az orsócsont, meg a sincsont között, hogy szét ne szakadjanak az ujjai. Itt, ahol ez a daganat van. A lábát is megverték. Bal lábát rászorították a jobbra, ahogy ez a nyomorult láb görbül befelé. Megtörli homlokát. Csupa lucsok a keze. Az ő homlokát tüske koszorú hasogatta. Vére a szakállára folyt. Orrát betörték, szeme bedagadt. Légy raj lepte el az arcát. Az idő megáll. Jehuda nem tudja, hol van, mióta üldögél a hegy oldalon. De egyszer eszébe villan, hogy sürgős dolga van, nem várhat a végtelenségig. Nehézkesen fölemelkedik, a kert útjai, bokrai, fái megelevenednek. Itt aludt a kefa, meg a két zabijá, amikor ébernek kellett volna lennie. Ott állt a mester. Amott csoportosultak a léviták, mikor mondta, én vagyok. S a hold megvilágította szegényes köpenyét, szelíd arcát, rubincseppes homlokát. Ott, ott várta be őt, csodálkozva és szomorúan elmosolyodva. Szavai egészen közel suttogtak. A szakála sejmes volt, a homlok a barázdás, a szeme nagy, aranybarna és fájdalmas. Hol a köpönyeg, amit az ismeretlen fiú eldobott? Nincs sehol. Ott kapaszkodott át a kőfalon. Látszik is a helye. Letépett egy folyondárt. Később bizonyosan visszajött, hiszen mesztelenül nem mehetett a városba. Megkereste a ruháját, elvitte de az elhány kardok itt hevernek a letaposott fűben. Lassan járkál a kertben, a nyomokat keresi. A fákat és a helyeket, ahol az események történtek. Minden jel világos emléket riaszt föl benne, olyanokat is, amelyekről nem tudott, vagy azt hitte, hogy nem tud. Mindez fáj, elviselhetetlenül fáj, de meg is érti, ami történt, és tudja, nem történhetett másként. Éle még, szenvede még, vagy lehajtotta már megcsúfolt legyektől lepet, véres fejét a magányosság hegyén, és utolsót sóhajtott. Mielőtt azonban Jehuda befejezni a tennivalóját, amiért ide kellett jönnie, megnézi a ládikáját. A barlanghoz lépdel, ahol elrejtette. Meg akarja semmisíteni a tekercseket, amiket szorongva cipelt útjaink Kafarnaumtól idáig. El akarja pusztítani a múltját, hiszen most már nem jelent számára semmit. Mélyen meghajolva lép a barlangba, nézelődik, még tapogatózik a hűvös homályban. Az üregben nincs semmi, a ládika eltűnt. Gondolkozni próbál, hát ha máshová rejtette, szemével végig tapogatja a helyet. Igen, jól emlékszik, itt kellene lennie, és nincs itt, ellopták. Talán az a mesztelen fiú lopta el, aki elvesztette a simláját. Bizonyosan itt bújt meg, észrevette a ládikát, s mikor minden elcsöndesedett, magával vitte a birodalom céljaira szánt pénzt is, az írásokat is, a birodalom pénze. Keserűen Ferdén elmosolyodik, és az ő múltja, az a fiú talán éppen most olvassa, ha tud görögül. De Jehudát nem döbbenti meg a váratlan fölfedezés, legyint. Mindegy, ő, a mester mindenkinél jobban tudta, tudja, kicsoda ő. És mégis odatartotta arcát a testvéri csókra, magához ölelte, megbocsátott. Fülébe súgta a szomorú kérdést, az ő egyetlen legigazibb, örökké való titkát. Hát, csókkal árulod el az ember fiát? Ugyan mi az most már, hogy más is megismeri ezt a titkot? Neki ahhoz a jehuda bár Simonhoz semmi köze, sem a megtört asszonyhoz, aki szülte, sem az elhagyott apához, aki utoljára megáldotta, sem az öccséhez, aki meg akarta ölni sem az asszonyhoz, aki megölte magát, akit valójában ő ölt meg, de az ebionitához sem, aki az alvilági városban hivalkodott tetteivel. Mindez elmúlt, lefoszlott, lerodhat, meghalt, mint egy idegen test. Visszasántik állt a fészerhez, még egyszer körülnéz a világon. A hatalmas olajfák kiterjesztik rücskös karjaikat, susogó leveleiket. A látóhatár széléről nehéz felhőgomolyog a szürke égre, hallgat minden, a hegyek, mintha szét akarnának foszlani a forró fényben. Követ cipel egy fa alá. Leoldozza kötélövét, az acskót, az üres tökhéjat lehúzza róla és eldobja. Gyorsan átveti a kötelet az ágon, húrkot formál, próbálgatja, elég erőse. Aztán a kőre áll, mélyen teleszívja tüdejét levegővel, fejét a hurokba dugja. Könyörtelenül elrúgja maga alól a követ. A nap vörösen folyik szét, mintha kiömlenék belőle a tűz. Sugárzó láva csurog az égen. Sehol egy tenyérnyi kék folt, sehol egy könnyű felhő. Lángba borul az ég tengere, hullámzó, örvénylő lángba. Alatta mélyen lent, zöld a föld, de hirtelen barnává, feketévé lesz. Körülfolyja, elnyeli a tűz, mint az olvasztott rézáradat. Vakítók a sugarak, keresztül kasulhasítják egymást, elborítják az agyát. Ropok, pörög, árad és zúg a tűztenger. A hold vörösen pattan szét. A csillagok elpukkannak és lecsúrognak, mint a buborékok. A vörös égbolt fölhengeredik, aranyosan ragyog. Jehuda testetlenné válik, szál mozdulatlanul. Tüdeje görcsösen vonaglik, aztán boldogan fajja, issza a fényt, az életet. Mint a hal, amelyet a partról visszadobnak a tengerbe.